A Selyemút Rally 470 kilométeres negyedik szakasza Ulaanbaatar körül vezetett. A maratoni útvonal komoly kihívások elé állította a motorosokat. Az orosz Anasztázia Nyifontova a szakasz felénél bukott. A mentőhelikopter azonnal a tábori gyengélkedőbe szállította. Az orvosok szerint vélhetően a kulcsontja tört el. A tegnapi szakasz győztes Kevin Benavides első fékje hibásodott meg. Ezzel 18 percet vesztett, mert a szabályok szerint a szerelők ilyenkor nem segíthetnek. Több kiút is lehetséges, de mindegyiknek van egy hátrányos oldala. Csak holnap fog kiderülni, hogy a versenyző melyiket választotta. A mai szakaszon a 12. helyen végzett. A Toyota kettős győzelmet könyvelt el. Alattia, illetve Van Loon az első és a második helyen osztozott. Liu Kun volt a harmadik. Ő egyike annak a hat kínainak, aki ma az első 10 között végzett. Ebben az idényben a navigátorokat dicsőítik a versenyzők. Ma Erik Van Loon és Denis Krotov egyaránt megjegyezte, hogy remek útmutatót kaptak. Kettős más győzelem született a kamionosok versenyében is. A 304-es sorszámú Vjazovics, illetve a 311-es sorszámot viselő Vasilevski szerezte meg az első és második helyet. A kamazok számára bal szerencsés volt a mai nap. Hárman gumidefektet kaptak, míg Andrej Karginovnak hatszor kellett után töltenie a felfort hűtővizet.